Maja Lönde, Hónövér, 15. fejeze Szedtem a lábamat hazafelé. Hedvignek teljesen igaza van. Anyai Junoval kapcsolatban minden szépet is elfelejtettek. A nevetését, a viccelődéseit, a hangja emelkedését és mélyülését beszéd közben, a sok furcsa ötletét. Talán tényleg jót tenne, ha a szép dolgokra is emlékeznének, nem csak a szomorúakra. Az egyetlen kép dzsunóról, ami anyáiknál kint áll, egy régi iskolai kép volt, amelyen tartózkodónak és komolynak tűnt. Pedig tudtam, hogy rengeteg más kép is van róla. Amint hazaértem, azonnal neki láttam keresni. Kihúzgáltam a komód fiókjait, kinyitottam a régi szekrények ajtóit, belekotortam a nappaliban álló nagy láda aljába. Végül anya dolgozó asztalán találtam, meg a fényképalbumainkat. Elővettem és lapozgatni kezdtem őket. Belsőmet közben melegség járta át. A családdal régen rengeteg szépet csináltunk ötösben, főleg mi gyerekek. Eszembe jutott, milyen volt nyáron átfutni a kerti fölött, a kocsiban ülni hármasban egymás mellett egy-egy nagyodak fagyival, ami az ölünkbe csöpögött, Télen verseny csiklani a sípáján, az erdő talaján feküdni abban a kunyhóban, amit egy tavaszi napon építettünk, és az ágak között sziporkáz nap felé nézni. Mindig Juno volt az első, aki átszaladt a locsoló fölött, aki rábeszélte anyáikat a fagyizásra, akinek eszébe jutott, egy építsünk kunyhód, és aki már is neki látott, hogy kikötözze a legnagyobb és legvastagabb ágakat. Aztán megálltam a nővérem egy nagy fényképénél. Sárga nyári ruhát viselt, és a kép mosolygott. Szinte hallani lehetett a kacaját a képről. Gyöngyözött, ahogy anya mondaná. Fehér gyöngyök gurultak elő belőle. Óvatosan kivettem a képet az albumból, aztán fogtam és kitettem a hűtő ajtajára. Ebben a pillanatban nyílt a bejárati ajtó, anya és Augusta érkezett haza. Hallottam, hogy az előszobában motoszkálnak. Augusta szipogott. Elfáradt és kimerült az óvodában. Nem akart levetkőzni. Korábban, amikor ő volt dinamit, addig ordított volna, amíg anya meg nem elégeli, és le nem vetkőzteti. Most azonban halkan morgolódott, míg nem végül feladta, és néma csendben levetkőzött maga aztán bement a nappaliba a babáihoz. Leült és hogy hang nélkül játszani kezdett. Anya bejött hozzám a konyhába. Szokás szerint megborzolta a hajamat, és azt mondta, szia, mint mindig. Megkérdezte, milyen napom volt, ahogy szokta, majd megtorpant a hűtőszekrény előtt. Lassan felemelte a kezét, és megfogta Juno képét. Ez honnan került ide? kérdezte, de nem nézett rám. Az albumból felálltam és miért tetted ki ide? Ebben a pillanatban lépett be Augusta, észrevette a fényképet anya kezében. Juno, mondta, és a képre mosolygott. Juno ugyanis annyira vidám volt a képen, hogy muszáj volt rá visszamosolyogni. Anya azonban ezt szemmel láthatóan nem vette észre, mivel felén fordult, és nagyon halkan, és nagyon komolyan azt mondta. Szeretném, ha nem szednél ki dolgokat az albumból, Noel. Ez nem dolog, feleltem ez Juno. Anya ekkora Augustához fordult. Menj át a napaliba, légy szíves, beszéldem van -el. De hát, méltatlankodott Augusta. Most rögtön, szólt rá anya. Augusta kiszaladt a babázó sarkába, ahol csendben leült és újra játszani kezdett. Hogy hiányzott nekem a régi Augusta, ilyesmi régen eszébe sem jutott volna. Leülünk egy kicsit, kérdezte anya, és a konyha asztalra mutatott. Úgy hangzott, mintha kérdés lenne, de éreztem, hogy nincs választásom, így hát leültem. Drága Noel, kezdte anya, látom, hogy szeretnéd, ha a dolgok olyanok lennének, mint régen. Igen, helyeseltem, de nem lesznek, közölte anya. Tudom, bólintottam. Juno nem fog visszatérni akkor sem, ha kitesszük a fényképeit, mondta anya. Nem, tudom, helyeseltem. Én nem is azért, és szerintem semmi sem lesz egyszerűbb attól, ha mindenütt kint lóg a fényképe, vagy hogy folyton kijárunk a sírjához. Nem lóg kint mindenütt, ellenkeztem. Csak a hűtőszekrényen. A sírjához pedig egyáltalán nem is mentünk ki. Várnunk kell, mondta anya. Tővel jobb lesz. Legalábbis azt mondják. Az utolsó mondatot, mintha leginkább magának mondta volna. Nem nézett rám. Igen, értettem egyet. De nem rakhatnánk ki legalább ezt az egy képet? Időbe telik, hajtogatta anya. Csak egy képet? Türelmesnek kell lennünk, Noá. Azzal felállt, odahajolt hozzám, és megölelt. De furcsa ölelés volt. Nem olyan igazi anyai, mintha csak a másodata lett volna. Juno képe ott feküdt az asztalon is. Mosolygott ránk, de anya akkor visszatette a nappaliba. Az ajtórésen keresztül figyeltem. Visszatette a képet az albumba, ugyanoda, ahol volt, aztán az albumot visszatette a dolgozó asztalára, és bezárta az ajtót. Csak ültem a konyhában, nem bírtam megszólalni, éreztem, hogy megint előtörnek belőlem azok a buta könnyek. A nap hátralévő részében, mintha a mákasomat nyomták volna, egy szót sem bírtam kinyögni a vacsora alatt, és utána sem. Alig bírtam lenyelni a falatot, de úgy tűnt, senki sem veszi észre, mivel mindenki ugyanolyan hallgatag volt, mint mindig. Végül egyedül felmentem a szobámba. Megálltam a közepén, és nagyokat nyeltem. Szerettem volna, ha a gombóc eltűnik a torkomból. Em nem tűnt el, mert ahogy anya is mondta, időbe telik. És lehet, hogy Juno fényképe sem segít. Anyának bizonyára igaza volt. Ostoba Hedwig, gondoltam magamban hirtelen. Mindig olyan vidám, azt hiszi minden olyan egyszerű. Neki nyilván az is. Ott lakik abban az óriási hangulatos házban, amelynek minden szobája már most csupa karácsony, és nyilván mindenki örökké vidám és egyfolytában csak nevet. De tévedt gondoltam. Semmit sem ért abból, hogy milyen lehet most nálunk otthon. Semmit. Minél többet rágódtam ezen, annál tősebb lettem. A torkomban ülő gombóc pedig szemelnyivel sem lett kisebb. Csak három nap van hátra karácsonyig, csak három nap. És addig semmi sem fog rendeződni nálunk. Egyáltalán nem is lesz rendes karácsonyunk.